Évkezdés a református általános iskolában. Édes hazánk, arany szabadságunk. Folytatódik az adócsökkentés. Töretlen fejlődésben térségünk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 15-én 18 óra 5 perckor. Hogyan indult a 2021-es év? Erről kérdeztük Földváriné Simon Ilonát, a karcagi nagykonreformátus általános iskola igazgatóját. A szünetben nem kaptak házi feladatot a gyerekek, csak szorgalmi, de így is vannak, akik foglalkoztak a két hét alatt is a tanulással. Természetesen ez nem kötelező, mert a szünet azért van, hogy pihenjenek, mondta az iskola vezető televíziónknak. Szünetre nem szoktunk a gyerekeknek házi feladatokat feladni, de tényleg vannak nagyon szorgalmas diákjaink, és olyan szülők is, akik arra kérik a gyerekeket, hogy olvassanak. Szorgalmi feladatokat szoktunk egyébként kiadni, olvasmányokat ajánlunk, sőt, alsóban még olvasó naplót is készítenek az igazán szorgalmas gyerekek. Természetesen nem kötelező, mert a szünet azért van, hogy pihenjen mindenki. A jövő héten már kezdődnek a felmérések. Mi a javítás lehetőségére ellenőrző útján december elején felhívtuk a szülőknek a figyelmét, tehát december eleje óta. Na most iskolánkban is szeptemberben hagyományos módon kezdtük el a tanítást, és így megyünk végig, tehát nem kellett az első fél évben átállni a digitális oktatásra, és nem kellett az iskolát úgymond bezárni. Tehát folyamatosan ment a tanítás, és folyamatosan a számonkérések is emellett. Most, hogy visszajöttünk, a héten még egy picit a gyerekek úgymond ráhangolódnak. Jövő héten kezdődnek el a felmérések, a felmérési naptárunk szerint, tehát jövő héten már megyünk a hangosolvasás felmérésére, és a tanítónénik, illetve a szaktanárok is már ugye készülnek a félévi felméréseknek a megírására, megírattatására. Az osztályozó értekezletet úgy tervezzük, hogy mind a három telephelyen külön, hogy ne együtt legyenek a pedagógusok, tehát külön a Varró 4-ben első-második évfolyam, a Calvin 5-ben a harmadik-negyedikes tanítónénik, illetve a Calvin 2-ben pedig a felsősök. Tehát hagyományos módon fogunk ülni, és megbeszéljük a magatartás szorgalom értékelését, illetve a tantárgyi osztályzatokat, és a pedagógusok javaslatot tehetnek a javításra, mint ahogy eddig is ezt megtették. Hogyan tudtak elmenni nyílt órákra most ebben a digitális oktatás formájában, vagy milyen anyagot kaptak, vagy milyen videókat kaptak a leendő iskoláktól? Iskolánkban október 9-én tartottuk a úgynevezett pályaorientációs napot, és akkor még volt lehetőségünk középiskolákat meghívni a nyolcadikosok számára. Négy középiskola jelentkezett, illetve konkrétan volt is az iskolánkban. Ezt a gyerekek ezen részt vettek, ezen az alkalmon. Ugye elmenni nem lehetett, későbbiekben a beiskolázási tájékoztatók, vagyis a nyílt napok lelettek tiltva, a középiskolák nem jöhettek, de nagyon sok középiskola nagyon tartalmas bemutató filmeket készített, és azokat elküldte iskolánk számára, illetve nyomtatásban is kaptunk anyagot, tehát én azt gondolom, hogy az érdeklődő tanulók, vagy az érdeklődő szülők hozzá tudtak jutni ezekhez az anyagokhoz, akár a iskola honlapján, a középiskola honlapján, és én azt gondolom, hogy a pályaválasztásukat ez a vírus nem zavarta meg ilyen értelemben, hogy ők nem tudtak személyesen elmenni.
Egy picit azt gondolom, azért az óvodásoknál, a leendő elsősöknél kicsit nehezebb a helyzet, hiszen azok a felvételi, nem is felvételinek nevezzük, hanem ilyen foglalkozások, iskola előkészítő foglalkozások, azok most nem nagyon tudtak megvalósulni az elmúlt hónapokban. Az elmúlt évben, október 19-én még sikerült megtartani a szülők számára a beiskolázási tájékoztatót, ezt én meg is tartottam, és azt láttuk, hogy nagyon sokan eljöttek, tehát nagy volt az érdeklődés. A betervezett iskola előkészítő foglalkozásokat, ez 9 alkalom volt, március végéig terveztük. 2 tudtunk megtartani, úgymond élőben, amikor is itt voltak a gyerekek, és jöttek a szülők. A 3. alkalmat már nem mertük bevállalni, akkor már nagyon benne voltunk a járványos időszakban, tehát nem vállaltuk be, de a tavaszi hetekben, ha erre lesz lehetőség, akkor szeretnénk ezt bepótolni, szeretnénk ezt folytatni, még a beiratkozást követően is, hiszen nem szeretnénk, ha gólya programunk is elmaradna, amivel készülünk a gyerekek számára. Az előzetes felmérések alapján 3 első osztályt indítanak 20-20 fővel. A Karcagi Városházán tartották a Kunszövetség Egyesület Édes Hazánk, Arany Szabadságunk című a Jászkun önmegváltás 275. évfordulója alkalmából a Kis- és Nagykunság településein, valamint a Szorványkun településeken élő középiskolás diákok számára meghirdetett pályázat ünnepélyes eredményhirdetését. A megjelent pályázókat, a felkészítő pedagógusokat, a megjelent érdeklődőket a Kunszövetség nevében Pandur Zoltánné köszöntötte, és mint elmondta, sajnos a járvány sújtotta időben csak szűk körben ünnepelhetjük a pályázókat, akik vállalták a megmérettetést és az időt, energiát szántak a pályamunkájuk elkészítésére. Nem titok, ebben az évben nyilvánvalóan a furcsa helyzet, a koronavírus és a járvány okozta feszültségek miatt kevesebben indultak, de akik indultak, azok gyakorlatilag valóban az Édes Hazánk, Arany Szabadságunk című pályázatra arany értékű műveket adtak le. Remek pályázatok érkeztek be, illetve remek videópályázatot is láthattunk, ez egy új műfaj nálunk. Én úgy gondolom, hogyha ilyen fiatalok pályáznak, ilyen ügyesek, és ilyen jó pályaműveket nyújtanak be ilyen rendkívüli problémás időszakban, akkor bizony van remény. Bizony van komoly jövőkép, és én úgy gondolom, hogy ezért is jó mentor tanárnak lenni. A Karcagi Nagykun Református Gimnáziumból tisztelt kollégámmal, Magyar János tanárúrral mindketten indítottunk pályázókat, nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyon szépen szerepeltek, és pályájukhoz, jövőjükhöz minden jót kívánok. Eszé kategóriában 4, videófilm kategóriában 1 pályamű érkezett. Bár kevés pályázat érkezett, de a pályamunkák színvonala kárpótolta a szakmai zsűrit is a mennyiség hiány érzetében. 4 karcagi, aki mindannyian a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói, és 1 az Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola diákjai küldött pályamunkát. A pályázatok bírálatát az Egyesület szakmai munkáját segítő szakmai tanácsadó testület tagjai, dr. Barta Júlia, dr. Nagy Molnár Miklós és dr. Varga Ferenc végezték. Nem volt egyáltalán egyszerű elkészíteni egyik pályázatot sem, hiszen azt gondolom, hogy egy olyan pályázati kihívásnak kellett megfelelni, amiben eddig még nem nagyon volt tapasztalatunk. Itt a tanítványomnak, Csontos Gergőnek a videó pályázatot tekintve nagyobb tapasztalata volt. Az év tanév végén már elkészített a külhoni magyaroknak egy külhoni magyarok által kért pályázatra egy nagyon szép videót. Azt gondolom, hogy ez nagyban segítette ahhoz, hogy ez a pályázat is összeálljon a Jászkun Redemció emlékévére. Nagyon önálló videópályázatot készített, nagy tapasztalattal rendelkezik. Nyilván a forgatókönyvet azt át kell beszélni, és amit kitaláltunk együtt, azt úgy gondolom, hogy teljes mértékben megvalósította. Az eszé pályázat az jóval nehezebb, én úgy gondolom, és szerintem ezzel mindenki így van, hiszen itt olyan források után kellett nézni, amelyeket nyilván hivatkozás formájában az etikus felhasználás tekintetében ezt el tudjuk utána normálisan le tudjuk hivatkozni. Itt is átbeszéltük, hogy melyek lehetnek azok a részek, azok a témák, amelyek szerepelhetnek az eszében, és én azt gondolom, hogy a tanulás esetében pedig
külön öröm az, hogy a családi vonalon próbálta bemutatni ezt az elmúlt 275 évet. A szakmai tanácsadó testület tagjainak és koordinátorának javaslatait figyelembe véve az Egyesület elnökségének döntése értelmében az első díjat Szendrei Nóra, a Karcagi Nagykonreformátus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulója kapta. 30 ezer forint díjazással. Mivel a történelem az mindig is nem elsősorban állt a tantárgyak közül, és a történelem tanárom Pintér Zoltán mondta, hogy ez egy lehetőség lenne számomra, ezért bevállaltam. És vonzott maga ez akkor is, ez a történelmi háttér? Hát elsőnek nem, de utána elkezdtem kutatni, meg így jobban megismerni, utána igen. Csontos Gergő, Kovács Zoltán, a Karcagi Nagykonreformátus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói, valamint Mezei Viktória, az Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképzőiskola tanulója külön díj elismerésben részesültek. Személyenként 20-20 ezer forint díjazással. Azért pályáztam erre az eszi pályázatra, mert szerettem volna egy kicsit többet megtudni a redemcióról, és hogy Karcagon milyen hatása volt a redemció, és ezért pályáztam erre a versenyre. És egyébként maga az eszi műfaja mennyire volt nehéz? Hát igazából annyira könnyű se volt, de azért meg lehetett írni. Hogyan készültél, miket olvastál hozzá? Hát a tanárom küldött nekem szakirodalmat, illetve én is kerestem könyveket, illetve az interneten is. És hogy érzed, sok új információval gazdagodtál? Igen, sok információt megtudtam az önmegváltásunkról. És valamilyen történelmi témájú könyvet olvasol el, tehát mik a kedvenceid, vagy a történelmet most csak így jött, mint a pályázat, vagy egyébként is kedvenced a történelem? A pályázaton kívül is szeretem a történelmet. Szoktam mindenféle korból olvasni a történelmből. És mondjuk melyik kor a kedvenced? Hát az ókor, ami érdekel, illetve a 21. század, 20. század. Ez tényleg két messze lévő kor. Miért az egyik, és miért a másik? Hát igazából a 21. században nagy hatása van a mostani eseményekre. Az azért is érdekel. Az ókor pedig azért igazából, mert ott is vannak érdekes események, amiket érdemes tudni az embernek. Ezen felül Csontos Gergő videófilm pályázatáért szintén 20 ezer forint díjazásban részesült. Egyrészt nagyon vonzónak találtam ezt a témát, másrészt pedig nem ez volt az első pályázatom, az elmúlt évben is több pályázaton részt vettem. A csurgói középiskolák, református középiskolák diákkonferenciáján első helyezést értem el, illetve a Kuddiák eszéíró versenyen pedig második helyezést értem el, és a jövőben is van még kilátásban ilyen pályázat. Eszé és videó. Hogy fér össze a kettő? Tehát azért mind a kettő más-más technika, más-más felépítés. Melyik volt a nehezebb? Mindkettőnek megvan a maga varázsa, én úgy gondolom. Mindkettő közel áll a szívemhez. Nagyon szeretek videókat is készíteni, de ugyanakkor az eszét is szeretem írni. És azért azt tudjuk, hogy a család az mindig ott van mögötted, tehát nagyon sokszor a családból hozol alapanyagokat ezekhez a pályázatokhoz. Így van, most is nagyapámnak szeretném megköszönni, mert ő szerepelt a videópályázatomban, illetve Györfi Sándornak, aki a eszi pályázatomban szerepelt. A díjakat F. Kovács Sándor, a Kunszövetség elnöke adta át a pályázóknak és a felkészítő támogató pedagógusnak, dr. Pintér Zoltán Árpádnak és Major Jánosnak. Én azt gondolom, hogy a pályázók eszé és videófilm kategóriába pályáztak, tudományos igényességű műveket adtak be, pályázatokat adtak be, és hogy aki nem tudja, hogy középiskolás fiatalok készítették ezeket a műveket, azok rácsodálkoznak, hiszen tudományos igényességgel, alapossággal és érettséggel készültek ezek a művek. Én azt gondolom, hogy nem csak nekünk okoztak örömet, akik láttuk és olvastuk ezeket a műveket, hanem az utókornak is, és látni fogják azt, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki foglalkozik múltunkkal, történelmünkkel, hagyományainkkal, és ezt kész feldolgozni, kész utána járni, és ezt tudományos formában is már egybe tudja önteni. Én biztos vagyok benne, hogy új tudós generációt köszönhetünk itt ma Karcagon.
És hát azt gondolom, hogy el is érték a célját ezzel a pályázattal, de jó lenne ezt esetleg majd valami honlapon megjelentetni, hiszen itt elhangzott, amit ön is mondott, hogy tudományos igényűek ezek a munkák. Így van, érdemes kiadni, vagy akár a kisfilmet megnézni. Inspirálja a többi fiatalt, a többi középiskolást is, hogy érdemes ilyen tudományos irányba haladni, tanulni, kutatni a múltunkat, kutatni településünk, régiónk múltját, mert örömet okoz nem csak annak, aki kutatja, hanem azoknak is, akik látják és olvassák, tehát mindannyiunknak. A kormány adócsökkentési politikája koronavírus válságban is folytatódik. A kisvállalati adó mértéke január 1-től 1 százalékponttal 11 százalékra csökkent. Így 2021-től a kivával még nagyobb adóelőny érhető el. A kiva keretszabályozása is kedvezőbbé vált. Ugyanis a belépési értékhatár 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra, a bennmaradási értékhatár pedig 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra emelkedett. Az adócsökkentés és a PM tavaly évvégi tájékoztatási akciója eredményes volt. 2020. decemberében 12 000 cég jelentette be, hogy 2021. január 1-től a kivált szeretné alkalmazni, így az újonnan jelentkezőkkel együtt már több mint 60 ezeren élnek a kiva lehetőségével. A kisvállalati adó az Európai Unió legversenyképesebb adófajtája, amellyel a vállalkozások által megtakarított közteher nagysága is jelentős. Tavaly év végéig a kivált választó cégek 185 milliárd forint adót spóroltak meg. Ez az összeg pedig idén tovább emelkedhet. Ez az adófajta rendkívül rugalmas. Példaként említették, ha még egy cég úgy dönt, hogy átérne kivára, és azt jelzi az adóhatóságnak, akkor február 1-től már kivásként adózhat. Azoknak a vállalkozásoknak lehet a kiva a legjobb választás, ahol látszik, hogy idén a bértömeg nagyobb lesz a nyereségnél, vagy a cég növekedésre fordítja vissza a nyereséget. A vállalkozásokat a PM kiva kalkulátora is segíti a döntésben. Közölték, nyáron már a vállalkozások egyik legbonyolultabb bevallását, az ÁFA bevallását is a tervezet kiajánlásával segíti az adóhivatal, mindez évente 500 ezer vállalkozásnak hoz jelentős könnyebbséget. A július havi áfa bevallási tervezetet készít elő a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ezáltal az Unióban Magyarország az első között nyújt be áfa bevallás kiajánlási szolgáltatást a vállalkozásoknak. További könnyítéssel számolhatnak a kis és közepes vállalkozások, a kezdő vállalkozások speciális, személyre szabott segítségnyújtási időszaka, az úgynevezett mentorálási, az eddigi 6 hónapról 1 évre nő. A KKV beruházásainak fejlesztéseinek támogatásáról szólva még kedvezőbbé váltak a beruházási értékhatárok. A fejlesztési adókedvezményt a kisvállalkozások már 200 millió forintos, a középvállalkozások pedig akár 300 millió forintos beruházásnál is igénybe vehetik. Másrészt a fejlesztési tartalék összegét az eddigi 50%-os értékhatár helyett a nyereség teljes összegéig leírhatják az adózók, így a beruházásra félretett profit után nem kell adót fizetni. A koronavírus válságra az egyik legjobb válasz az adócsökkentés, és a gazdasági döntések meghozatalakor ezt mindig szem előtt tartja a kormány. Televíziónk vendége F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akivel számos térségünkben zajló beruházásról fogunk tájékoztatást kapni. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Számos beruházás és fejlesztés zajlik a városunkban, illetőleg a térségünkben is egyaránt. Kezdjük Karcaggal. Épül, szépül a piac. Mikorra várható a munkálatok befejezése? Miért fontos ez, a piac elkészülte a város, valamint a térség lakói számára? Hát, hogyha karcagi ember is jár a piacra, és kevés karcagi ember nem szokott járni a piacra, bár ugyan van már bevásárló központ Karcagon, de a piac az mindig egy találkozási pont. És én gyerekkoromban is a úgynevezett Baromfi csirkepiaci rész, ami most lefedésre kerül,
az mindig egy kicsit ilyen mostoha része volt a piacnak, hiszen a piaszcsarnok az télen is, esőben is az egy védett hely volt, de akik kint árusítottak most már zöldséget, különböző dolgokat, azok mostoha körülmények között voltak. Most ezzel az új fejlesztéssel fedett rész kerül itt az elárusító helyek felé, új pultok kerülnek, új asztalok, és én azt gondolom, hogy egy 21. századi, egy igazán szép piactér fog kialakulni Karszagon, és bízom benne, hogy valamikor a tavasz folyamán, már amikor jönnek a jobb idők, akkor átadásra kerülhet ez az új rész, és én azt gondolom, hogy méltó és nagyon szép piaszcsarnok fog megvalósulni, a piaszcsarnok mellett ez a fedett rész, és hát most látjuk azt, hogy milyen szűkös, amikor az építkezés van, igazából kell ez a bővítés, kell ez a hely, és jó lesz az, hogy a piacon mindig friss zöldséget, friss gyümölcsöt lehet vásárolni, és hogyha le fog járni ez a járvány, akkor gondtalanul fogunk találkozni ismerősökkel, barátokkal, és nem csak egy jó vásárlási, hanem egy jó találkozási pont is lesz a piac. Állami kézbe kerül a karcagi járásbíróság épülete, mit lehet tudni a részletekről? Hát ez egy nagyon érdekes történet, én körülbelül már 8-10 éve foglalkozok ezzel az üggyel, hiszen ez egy nagyon érdekes történet volt, hiszen ez az épület járásbíróságnak épült. 90-ben, amikor az állam és az önkormányzatok vagyona rendezésre került, akkor Karcagváros önkormányzatának tulajdonába került ez a bírósági épület, amely bíróságnak épült, és mindig annak is funkcionált. És érdekes módon nem kötött senki szerződést az állam részéről az önkormányzattal, hanem csak ilyen szokásjog alapján használta, tehát nem fizetett bérleti díjat, fizette a rezsiszámlákat, és ez egy rendezetlen állapot volt. Amikor a bíróság úgy döntött, hogy bővíteni kellene a bíróság épületét, az ügyészség, hiszen az ügyészség is ott van elhelyezve, akkor rájöttek, hogy rendezetlen a tulajdon viszonya, és az állam olyan épületet szeretne felújítani teljes mértékben, ami az ő tulajdonában van, és bizonyára sok karcegi tudja, hogy akarják bővíteni is az a sarki telket, ahol a csillagcsemege van, azt a vasbolt, azt a részt le akarja bontani a város, és oda akar egy új ügyészség, bíróság épületet, ami egybe lesz építve a mostani épülettel, és ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogy az állam megvásárolja a várostól ezt az épületet. Így a eddig is városi bíróságként, járásbíróságként lévő épület most nem önkormányzati tulajdonban lesz, hanem már az állam fogja fenntartani, és ő fogja felújítani. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!